A Székesfehérvári Diák Tanács 10 éves fennállásának alkalmából városismereti versenyt hirdett jubileumi 10 próba néven február 23-a és március 4-e között. A játék során 10 nap alatt 10 helyszín feladatai várják a résztvevőket. Ez a mi elnökségünk első versenye és az első olyan programja, amit a Covid alatt a diákságnak szánunk, hogy egy kicsit a közéletet és a szürke hétköznapokat felpörgessük, és ehhez szeretnénk titeket kérni és a jelentkezéseteket, hogy tényleg újra pezsgővé tudjuk tenni Fehérvár belvárosát és a fehérvári diákságot. A versenyre 13-18 év között lehet jelentkezni, minimum 2, maximum 4 fős csapatokban. A városismereti verseny 10 állomásból fog állni, az állomásokon majd eredményt, a feladatlapot kell majd kitölteni. Nagyon fontos lesz majd a csapatmunka, hogy győzzetek. A feladatlapok végén lesz majd egy kis rejtvény, amivel majd tovább tudtok jutni a következő helyszínre. A szervezők a jelentkezéseket február 22-éig várják a Székesfehérvári Diák Tanács Facebook oldalán.